Sziasztok! A mai alkalommal az ívrajzolás alapjaival fogunk megismerkedni. Több eszköz is rendelkezésre áll, ezeket röviden áttekintjük. Először eltolom a nézetet, hogy jobban lássátok majd azt, amit ugye rajzolni fogok. Válasszuk ki a sima ív eszközt, klikkeljünk rá. Ha elmozdítjuk a mutatót, azt látjuk, hogy megjelenik a szögmérőnek az ikonja, és a színe azt jelöli, hogy melyik tengelyre merőlegesen fogjuk megadni az alapsíkunkat. Klikkeljünk egyet, ezzel megadjuk a kezdőpontot. A következő klikkelés azt fogja megmondani a SketchUpnak, hogy milyen irányba legyen a nulla vonal, azaz mihez képest értelmezze a szögeket. Megadom most ezt a tetszőleges irányt. Klikkelek az egérrel, elmozdítom az egeret, már is látható, hogy milyen ívet rajzol a SketchUp, és arra figyeljünk még oda, hogy ahogy mozgatjuk a mutatót, a szögmérő osztásainál szneppelődik a szaggatott vonal, tehát 15 fokonként tudunk lépni. Ha elértük a tetszőleges formát, akkor klikkeljünk, és elkészült az első ívünk. A következő eszköz, amit ki fogunk próbálni, az az ívrajzolás két ponttal. Igazándiból ez is három pont, de meg fogjátok látni, hogy hogyan működik. Kiválasztjuk. Meg kell adnunk az ív kezdőpontját, meg kell adnunk az ív végpontját, ez a két pont, majd a harmadik pont nem más, mint az ívnek a magassága. Kifejezetten hasznos parancsol van szó, hogyha le akarunk kerekíteni valamit, ezt mindjárt be is fogom mutatni. Kitörlöm az eddigi elemeket, és rajzolok egy tetszőleges téglalapot, és ennek a sarkait szeretném lekerekíteni. Egy saroknál bemutatom, elindítom az ívet, Fogok még egy pontot, ugye megvan az ív kezdő és végpontja, majd el, meg kell adnunk az ívnek a magasságát. Látható, hogy lesz egy olyan pont, amikor rózsaszín színű lesz az ívünk, azaz érinti az éleket megpróbálom ezt rögzíteni, és ha most klikkelünk, akkor egy olyan ívet rajzoltunk, ami érinti a téglalap éleit, azaz a legtöbb esetben pontosan erre van szükségünk, a maradékot kijelöljük és letöröljük. Tehát ez a parancs lekerekítésekre nagyon jól használható. Ezután nézzük meg az ív rajzolást három ponttal. Egy pont, két pont, és ugye jön a harmadik pont, nagyon egyszerű a használata, rajz feladatnak a függvénye, hogy mikor melyiket célszerű használni. Az utolsó parancs az olyan, mint az első, amivel dolgoztunk, csak itt egyből egy felületet fogunk létrehozni, tehát megadjuk a kezdőpontot, a nulla vonalat, amihez képest felmérjük a szögeket, elmozdítjuk a szögmérünk mellett, ugye, a bázisvonalunkat, klikkelünk, és már is rajzoltunk egy ívet, csak ugye ez egy curve amelyet ugye akár a push-pull túllal ki is tudunk húzni, ilyet egyébként tudunk készíteni az előzővel is, hiszen semmi olyan nincsen benne, amit ugye ne használtunk volna már föl, csak itt ugye nekünk kell majd megadni az éleket, és miután egy zárt területet határolnak az élek, megjelenik a lap, amelyet már a push-pull-tullal ki lehet húzni. Ennyi lett volna az ívrajzolás, a legfontosabb rajzoló eszközöket pedig sikeresen áttekintettük.